Sziasztok, kedves barátaim! Szeretnék nektek egy kicsit elmesélni, mi volt a múlt 3-4 nap belül, hol voltunk, merre jártunk, milyen programok voltak, mert nagyon izgalmas és tartalmas és érdekes programjaink voltak. Voltunk Egerben. Egerben tartottunk programot, ott van egy Govinda étterem, ami nagyon szép. Látjátok egy kis videón bemutatót. Sziasztok, kedves barátaim! Akkor szeretnék beszámolni nektek egy-két napos programjainkról, ami volt. Itt volt a Namaruchi Prabhu. Igen, Lila Suka Prabhu is ott volt. Na, sikerült akkor kinyitni az ajtót. És... Gyertek, látogassatok meg. Igen. Ez kilincs. Egy ilyen... kilincs az ilyen kézben maradható, és itt a Egri belvárosban vagyunk, és itt csináltunk tegnap nagyon jó programot. Most meg is mutatjuk nektek az éttermet. Nagyon jó kis központban a templomszoba, és Namaruchi Prabhunak átadom a mikrofont, és megkérem szépen, hogy ő legyen körbevezető kommentátor. Köszönjük szépen! Igen, köszönöm szépen Bhakti Prabhunak, szíve csíptetem. Itt voltunk tegnap egy nagyon jó kis programon. Láthatjátok, itt pont nézem én is a kamerán az operatőrnél, hogy ez az étterem, éttermilész. Tegnap összepakoltuk a székeket, itt volt az előadás, 40-50 ember. Nagyon professzionális praszádom volt. De mindjárt oda megyünk a pulthoz, és meglátjátok. Hihetetlen tradicionálistól kezdve a magyaron át dél-bengáli tarhonyás lecsó tudnám ajánlani. Aztán vannak szabdzsik, ugye kis vegán dolgok, ez a céglás finomságok, csapáti és egyéb mindenféleségek, pakorák. Aztán vessünk egy pillantást, hozzák a tiszta tálcákat, hölgyeim és uraim, vessünk egy pillantást az édességekre. Azért itt vannak gyönyörű finomságok, csatnik, egyéb kis érdekességek, halava, cékla és isteni mennyei édességeket tudnék mutatni. Tegnap megkóstoltuk őket, és nagyon finomak voltak, persze csak azok, akik nem vegánok. Én például most nem voltam az, de eszméletlen finom volt. Nézzük meg a templom szobát, Bhakti Prabhu, mit mondasz? Igen. Sorry. Hát semmi Prabhu. Ezt a templom szobát, ahol most állunk, a 17. században tervezték, ahogy most itt láthatjátok, egy kis felújításon esett át. Itt balra rögtön Srila Prabhupádnak a Vyasa-szánja van, és akkor itt voltunk tegnap. Innen láttuk az előadást, hogy kifelé néztünk az ajtóból. Aztán itt a főoltár, a főszentély, Rádésján, Kijjáj. Nagyon gyönyörű kis oltár, kis függönnyel. Góvardalának egy gyönyörű kis labdát fedeztem föl itt nála. Hatalmas odadással imádják a multikat, és elképzelhetetlen. És mit szokott történni ebben a szobában? Tudsz mondani? Természetesen. Dzsapázni szoktak itt reggeli program. Itt a Vyasa-szán, ahol leckét szoktak adni, ugye, itt a bakták. Dzsapázunk. Igen, ott vannak a hangszerek, kétfenekű agyagdob, mridanga. Innen is láthatjátok, kedves bakták, hogy hatalmas kirtanok szoktak lenni. Szóval olyan kirtanok vannak, hogy eszméletlen felfokozódik a kirtan hangulata, és többször meg kellett az odadástól megolvadt hangszereket, többször meg kellett szerelni, kérem aláson. Azért nem semmi, gondolom. Biztos látjátok, hogy esetleg a konyhába betekintést nyerhetünk. Szerencsére nem vagyunk olyan szerelésbe be tudnánk menni, mert pudzsa tiszták vagyunk. Itt vannak a bakták, ha itt vannak. Hát szerintem ez itt jó is a konyhába. Hare Krishna Prabhu. Na, menjünk be, akkor nézzük. Meg azt mondta a konyhába? Hogyha. Tényleg? Engedték. Ezt a kapcsolat. Ó, Prabhu. Piszkos lesz az oknitó. Tényleg? Az enyém nem lesz, mert mezitlába. Kell netét azt. Jó ez nekem. Biztos? Szeretem. Ó, Prabhu, köszönöm szépen. Itt láthatjuk. Piszkos lesz az én zoknit, nem lesz piszkos. Hát akkor tessék. Igen, a tűzhelyek, a főzés, elengedhetetlen kellékei, ezek a gyönyörű tűzhelyek. És aztán látjátok, hogy nem kispályáznak itt az egri bakták. Food for Life konyha. Most átadom egy kicsit Bhakti Prabhunak, mert azért itt ez nem akárki, nem akármi. Igen, itt lehet látni a Food for Life. Food for Life, ez azt jelenti,
Food for Life, ugye étel az életért, és Egerbe is minden nap osztanak több száz adagot, ételt a rászorultoknak és szegényeknek, és akkor itt van csomó-csomó helység, ami az elírás szerint kell, hogy legyen, itt ott vannak tárolóhelyek, meg minden. Nagyon sok vendég jött, és tartottunk nekik időről előadásokat. A barátom Lila Suka Pravó megint. Nagyon szép hely, és nagyon jó közönség volt, akik eljöttek előadásunkra. Aztán egy kicsit megnéztünk a belváros, nagyon szép. Igen, igen. Ugye, amikor egy pár értékes pillanat. Szép, nagyon szép kis belváros azzal a kis, ahogy hívják a... Szóval itt sétálunk vissza, mondjuk egy kocsihoz, az egri kis partocskán, és akkor így képzeljétek el, itt van saláta, ez egy ilyen kis virágos ágya, és van saláta, ilyen meg olyan, eper. Ennyi, nem tudom lefényképezni ezt, de... Nagyon jó kis kulturális város látszik. Köszönöm szépen. Akkor mi megyünk tovább vissza Ceglidre, ott lesz egy kis előadásunk, és utána vissza Krisna-völgybe. Majd találkozunk, Hare Krishna. És másnap, amikor indultunk volna, bejutunk megint a központba, abba a kis étterembe, ott találkoztunk egy buddhista szerzetessel, aki nagyon kedves volt, rögtön mondta, szeretlek, és mindenkit szeret, nagyon nyitott is, nagyon ilyen önzetlen, látszik, hogy eléggé jó személyiség. Ő egy híres személy, aki tartotta a programot pont azon a napon, amikor mi tartottunk Egerben. Szóval ilyen jó volt, hogy összefutottunk vele. Az azonnal, amikor látta minket a krisnás ruhában, felállt, felugrott, jött hozzánk, üdvözlött, és csinálunk fényképeket, minden nagyon-nagyon kedves személyiség volt. Utána elindultunk a Krisna völgybe, de útközben útba ejtettünk a Ceglit, a Cegliden a Kati, aki nagyon régóta kérte, hogy menjünk és tartsunk egy programot, egy előadást. Megszerveztünk, megbeszéltünk, egyeztetünk, és jöttünk. Tegnap pont ez a program volt. Nagyon jó kis terem, igényes, szép hely. Rengeteg vendég volt, 40-en körül, és 40-en körül voltak egri programon, és a Ceglidi programon, ott a jogáról volt szó, kérdezték is a vendégek, és szép terem, és nagyon jó hangulat volt, eléggé kellemes, és nagyon ragyogó emberek voltak ott, akik részt vettek az előadáson. A joga központban, és eljött előadásra egy indiai személy, Swami, aki asztrológiában eléggé jó szakértő, ő is egy lemondott, aki nem él házassági kapcsolatokat. Ő is nagyon jó szívű személy volt, és jókat vele beszélgetünk. Program után még egy kicsit beszéltünk ottani személyekkel, aztán hazamentünk Krisna-völgybe. Még egy dolog, amit szeretnék elmondani, hogy most hétvégén lesz fesztivál, Krisna-völgybe, két napos. Szeretnék megkérni, hogyha szeretnétek, hogy csináljuk egyszer-egyszer ilyen kis élő közvetítést, akkor írjátok a kommentekben, hogyha fogok látni, hogy van igény, akkor nagyon szívesen fogunk egy pár közvetítést csinálni a fesztiválról. Köszönöm szépen, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és majd folytatjunk és találkozunk. Köszönöm szépen, Hare Krishna!